Be fogok mutatni jó néhány gyakorlatot itt, és egy néhány akupunktúrás pontot, amelynek masszázsát otthon is a tornától függetlenül lehet alkalmazni, úgyhogy az egészség, javulás majd ezen masszázs kapcsán is fogja tapasztalni, és utólag is mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Megkérnélek, mielőtt ebbe a mozgásba belekezdenénk és megtanulnánk, mert nyilván ennek az a lényege, hogy aztán otthon tudjuk folytatni, mert mindig az a jó, hogyha valamit rendszeresen csinálunk, mert az, hogy egyszer csináljuk, azzal sokkal nem megyünk. De Márti, mesélj nekünk erről, hogy mi az, amit a professzor úr kitalált, és miért olyan jó ez? Helyesbítenék, nem az Őri Ajándok professzor úr találta ki ezt a mozgásformát, hanem egy kínai professzor úr, bizonyos Csú nevezetű professzor úr, de az Őri Ajándok professzor munkássága révén vált egyre népszerűbbé hazánkban, és az ő közbenjárására és az ő kitartó, több évtizedes munkájának köszönhetően egyre több beteg és gyógyulni vágyó egyénhez is eljutott, és oktatás formájában klubvezetők elsajátíthatják ezt a terápiás és egészségmegőrző mozgásformát, és így önkéntesként mindenkinek tovább tudjuk adni. És ez ugye olyan, hogyha most itt egy fölállunk mindannyian, akkor nem meg tudjuk csinálni, ugye? Igen, ezért is célszerű. Akkor én most arra kérnék mindenkit, mert úgyis ültünk már eleget a mai napon szerintem, hogy fogadjuk meg a Mártinak az irányítását, javaslatát, és állítólag egy kis zenét is tudok hozzá betenni, megpróbálom, de az már kiderült a napon, hogy a műszakiakhoz annyira nem értek, de megpróbálom. A zene nem a torna kelléke, nem szükséges, mert a ritmus megzavarhatja mindenkinek az egyéni mozgás ritmusát. Ez csupán egy indulója ennek a tornának, és ezt szerettem volna, amíg én itt bevonulok, meg hozzákészülök a mondandóhoz, hogy addig meghallgatnám. Tehát nem befolyásolja semmiféle szinten a mozgást és a tornát. Ennek a tornának... Sikerült betennem. Akkor... Majd igen, megpróbáljuk, hogy meg tud ezt hólalni. 3-1-2 meridián torna, ennek a mozgásnak az elnevezése. A hármas jelzőszám azt mutatja, hogy 3 konkrét akupunktúrás pont stimulációját végezzük a mozgás folyamán. A 2-es azt jelzi, hogy a 2 alsó végtag folyamatosan állandó mozgásban lesz a torna folyamán. Az 1-es pedig azt jelzi, hogy egy sorozat hasi légzéssel zárjuk mindig a foglalkozást. Rendszerint 20-25 perc alatt végzünk a gyakorlatokkal, ez abban az esetben működik ki, ha már a konkrét koreográfiát hibátlanul mindenki tudja. Minden héten szerdán, ebédután 13:30-tól van meridián torna foglalkozásunk Szegeden. A Bartók Béla tér 9A épületben van egy harmónia, arc és mozgás stúdió, ahol helyet kaptunk. Rendszerint változó a létszám, van úgy, hogy 3-an, van úgy, hogy 6-an, van úgy, hogy 10-15-en is el tudnak jönni. Javasolható a torna kivétel nélkül minden életkorban. Kisgyerekeknek is, felnőtteknek is, időseknek, egészségeseknek is, konkrét betegséggel küzdőknek is. A résztvevők létszámából és életkorából adódóan a tapasztalatom azt mutatja, hogy inkább az 50 és 80-90 év közötti emberek vesznek részt. Náluk leggyakrabban a mozgásterv és a keringési panaszok vannak jelen. Végezhető nem csak simán közlekedni tudóknak is,
hanem kerekesszékeseknek, netán-tán árthoz kötötteknek is, és ilyenkor mindig mindenkinek a konkrét egészségi állapota, fizikuma az, ami meghatározza, hogy ő milyen mozgást végezhet az adott gyakorlat során. Ezért javasolt megtanulni olyan családtagoknak is ezt a mozgást, akik súlyos ágyban fekvő betegeket gondoznak, ápolnak otthonukban, mert az akupunktúrás pontok stimulációja, a végtagok mozgatása rájuk is pozitív hatással van. Az az indítványom, hogy miután ezt akkor nem fogjuk bevonni a zenét a dologba, én tartom a mikrofont, és akkor nem, is nem kell mikrofon, vagy akkor utánozzuk azt, amit ő tesz. Annyi a kérdés, akkor fölmászunk. Akkor most jön be a színpadnak a szerepe, hála Istennek, és akkor így mindenki jobban fogja látni. Majd én számolni fogok, mert a gyakorlatokat szigorú koreográfia és számok szerint végezzük. Nincs dolgotok a számolása, csak a számolása. De az a termőszállás, Köszönöm.
arról tartjuk. Lefelé, csütörtök, irányra, középre, felfelé, vissza, és le, és lerázzuk a feszültséget, kirázzuk a betegséget, bevonjuk az egészséget. Ez volt az első sorozat. A következő amikor az akupunktúrás pontozott és stimulálása történt. Hát az első lépés az úgynevezett vastagbél négyes, tehát stimulálása, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a karkezet, egy oroszlán száj tartásban megfeszítjük. Másik kéz hüvelykújjának első percét pontosan ide rábírjuk, és ahol a kis háromszögben találkozik a hüvelykújjel, a mutató és a hüvelykújj találkozásának ott jó erősen rányomjuk a hüvelykújjel, és hát úgy körkörös pumpáló mozdulattal biztos találunk érzékeny egy kis fájós területet. Ha elsőre nem sikerült, tessék szíves mindenki ott körbe puhatolózni azon az adott részen, mert előbb-utóbb fog találni egy olyan kis területet, ami érzékeny, ami fájós. Ha ez megvan, akkor a hüvelykújj beggyel tovább fogjuk majd masszírozni, hogy körkörösen rányomni itt a csontos részre, és pumpáló mozdulatokkal az ütemet felveszünk, közben a karokkal, mintha babát ringatnánk jobbra-balra mozdulunk, és a két alsó mérőtapon is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, megpakoljuk. A másik kézzelket csináljuk. Kéz feszít, ülj, bebillen, megvan, és hüvelyt csinál. Pumpáló mozdulat. 4-es stimulálása, csak hogy tudják, akik itt voltak most és végigcsinálták, egy Jolly Joker pont, amely egy általános fájdalom csillapító pontja a testünknek, mégpedig olyan fájdalmak esetén, amelyek a fejen és a fejben lévő szervek működésére hatnak. Tehát ez lehet fogfájás esetén, arc, homloküreg probléma, migrén, fejfájás, a látással kapcsolatban szem problémák, fülfájás kapcsán,
fejtörés, torokfájás, tehát minden, ami gyakorlott ő felén is van. Úgyhogy röviden, tömören, és ízelítő a tornából, szerdán, ebéd után fél kettőtől, akivel tudom, találkozom. Elérhető vagyok itt kint a bejárattal szemben, itt a rajtonál van egy kis tandod, minden kérdésre szívesen válaszolok, tudok adni szóróanyagot, keresen meg. Nagyon köszönjük, és köszönöm, hogy eljöttél.